Szakma megszerzését követően munkahely találása helyben, majd családalapítás és letelepedés. Ezeket a dolgokat tartják a legfontosabbnak az életben a makói fiatalok, derült ki abból a kérdőívből, melyet az évelején tölthettek ki online. A város vezetése azt szerette volna megtudni, hogyan lehetnek a segítségükre, hogyan tehetik szülővárosukat még vonzóbbá a számukra. Ezeket a szempontokat figyelembe véve született meg tavasszal a Makó Számít Rád ösztöndíj program, amely egyrészt anyagi támogatást jelent a diákok számára, másrészt a hiány szakmákat tanulók körében megteremti a munkavállalás lehetőségét. Bízunk abban, hogy a fiatalok nem csak az elköteleződést látják ebben a pályázati támogatásban, hanem azt is, hogy a város valóban számít rájuk a jövő tekintetében, nem csak munkavállalás, hanem hasznos makói polgárként is számítunk rájuk. Stábunk az érintetteket is megkérdezte, vajon mit gondolnak erről a lehetőségről, számukra milyen jelentőséggel bír az ösztöndíj. Jó dolognak tartom, mert ösztönzés a diákoknak, hogy itt fejezik be a tanulmányaikat, mert számomra is egy ötletnek jó lett volna, hogyha kimegyek külföldre és ott folytatom a tanulmányaimat, de meggyőzött ez a kis segítség, hogy végül is itt fejezzem be az összes tanulmányt, amibe belekezdek, vagy amit még szeretnék elvégezni. Először is félre szeretném rakni ezt az összeget, tehát nem szeretném rögtön elkölteni minden hülyeségre. Volt gondolatban, hogy kimegyünk külföldre, de most ugye ide köt egy ideig ez az ösztöndíj. Nem tudom, hogy a távol jövőbe ez majd változni fog-e, vagy nem, de egy ideig biztos, hogy elment a gondolat annak, hogy kimegyünk. A felhívásra idén 22-en jelentkeztek, majd az Emberi Erőforrások Bizottságának döntése alapján 19-en részesülnek az ösztöndíjból, amely 30 ezer forint havonta. A szerződések aláírására ma került sor, majd ezt követően 15 napon belül meg is kapják számlájukra az első részletet. Érdeklődésünkre a diákok vegyes válaszokat adtak, mire költik a pénzt. Akadt, aki a tanulmányait finanszírozza majd, más könyveket, tanszereket vásárol. Pusztai Dániel, a keri tanulója pedig félre fogja tenni. Összegyűjtöm, és jogosítványra szeretném fordítani ezt az összeget. Úgyhogy más célom nincsen vele. Hát szerintem elég fontos, mert ha mondjuk egy áruére el kell menni, vagy valami hasonló is nincsen gépjármű, akkor nehéz elhozni azt az anyagot. Az ösztöndíj feltétele volt, hogy a diákok a saját maguk által választott hiányszakma képesítését megszerzik. Ám ha ezt követően mást szeretnének tanulni, akkor ezt természetesen megtehetik. Ám 2 évig szünetel a pénz folyósítása.